A kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Aztán 13 új adónemet vezettek be röpke pár év alatt. Elvették a gyed felét, és megadóztatják a családi pótlékot. A költségvetési hiány leszorításával indokolták meg a gázár és a távhő támogatás elvételét. Azt hazudták, a támogatás, de se baj, majd a gázárat a világpiaci folyamatokra tekintettel csökkentik. Nos, szombaton bejelentette a kormány, kedves barátaim, nemhogy nem csökkentik a gázárat, de megint jócskán felemelik. Hogy a világpiaca neközben zuhan a gáz ára, az nem számít, őket az nem zavarja. Érdekes, amióta ők kormányoznak, az áremelkedések rögtön begyűrűznek, csak az a fránya árcsökkenés nem bír átkelni a Kárpátokon. Ma már minden gyerek tudja, ha a szocialisták adócsökkentést mondanak, azon adóemelést kell érteni, az árcsökkentés pedig áremelést jelent. Megszűnik a szocpol is. A költségvetési hiány oltárán áldozzák fel a lakástámogatási rendszert egy olyan országban, ahol nem születik elég gyerek, mert az anyáknak nincs hová és nincs mire szülniük. Barátaim, a minap kiderült, amit mi eddig is mondtunk. A brutális megszorítások teljesen értelmetlenek voltak. A kormány ezekkel sem tudta tartani a saját maga által kitűzött hiánycélt. Ezért hétrét görnyedve esedezett a Világbanknak, ugyan engedje már meg, hogy a hiány a tervezett 2,9 helyett 3,9% lehessen. Világbank őfelsége kegyeskedett ezt megengedni. No de hát akkor mire volt jó az emberek megsarcolásra? Mi az ördögnek kell mindezt elszenvedniük a magyaroknak? Most éppen azt hazudják, hogy az ingatlanadót majd csak a 30 millió forintnál értékesebb ingatlanokra vetik ki. Bár Szombathelyen és környékén ez is sok olyan családot sújtana, akik távolról sem gazdagok, ám ez is csak átverés. Kérem, ne dőljenek be nekik. Az MSZP megint nagy gaztetre készül, mert minden ingatlant meg akar adóztatni. Ismerjük őket, ez a kormány nem fogja beérni a 30 millió fölötti ingatlanok adóztatásával. Az elmúlt napokban, és még ma is ugye az SZDSZ részéről, sok volt a mellébeszélés, a kavarás, a hangulatkeltés, de biztosra vehetjük az MSZP-t és az SZDSZ-t ismerve, hogy ez csak a kész átverés show része. Ez napnál is világosabb. Így történt, emlékezzenek a tandíj és a vízidíj esetében is. Először tagadták, hogy a terheket be akarnák vezetni, aztán végül mégis bevezették. Aztán népszavazásra mutattuk meg nekik, hogy hol lakik a magyarok istene. Az ingatlanadót rendkívül igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan sarcnak tartjuk, hiszen a családok jelentős részének egyetlen és utolsó vagyontárgya az ingatlana, a háza, a lakása. Barátaim, nem kertelek. Ha kormányra kerülünk, azonnal el fogjuk törölni az ingatlanadót. Ez olyan biztos, minthogy itt állok. Kedves barátaim, az ingatlanadó terve nem csak igazságtalan, de egyben az ólomsúlyú pimasság világrekordja is. Hiszen kiderült, hogy mások mellett Bajnai Gordon miniszterelnöknek és Oszkó Péter pénzügyminiszternek is szép nagy darab vaj van a fején. Kiderült, mert előbb-utóbb minden kiderül, hogy offshore cégeik voltak Cipruson, amelyek révén milliárdos vagyonokat tüntettek el hazánkból adófizetés nélkül. Hazánknak ma olyan vezetői vannak, akik adó elkerülő trükkökkel mesés összegeket vontak ki a hazai adófizetés, vagyis a közteherviselés alól. Az, hogy ezek a kiskapuk a tételes jog szerint adott pillanatban törvényesek vagy törvénytelenek voltak-e, a lényeget tekintve egyre megy. A lényeg ugyanis az, hogy az idehaza megkeresett pénzüket kimentették egy olyan külföldi adóparadicsomba, ahol nevetségesen alacsonyak az adók. Ezért hívják Ciprust adóparadicsomnak. Azért alapítottak cégeket Cipruson, hogy az ottani alacsonyabb és a magyarországi magasabb adó különbségét zsebrevághassák. Ezzel elérték, hogy ne kelljen hozzájárulniuk a magyar társadalom közös feladataihoz.
például az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális rendszernek és a nyugdíjrendszernek a működtetéséhez. Így aztán pár milliócskával több maradt a zsebükben, és hát ugyebár a pénz beszél, a fideszes kutya ugat, a lopott lima meg ciprusangágok. És most ők mondják azt nekünk, barátaim, hogy válság van, bajban az ország, nem folyt be elég adó. Na, náhogy nem. Ők a maguk részét már kimentették Ciprusra, az most persze, hogy hiányzik. Ezért fizessenek újabb adót az emberek, az életük munkájával, itthon adózott jövedelemből épített otthonuk után is. Ha pedig nem tudják az évi több százezer forint ingatlanadót kifizetni, hát Istenem, el lehet költözni. Máshová, mondjuk a híd alá. Kedves barátaim, hallottak-e már életükben ennél arcátlanabb dolgot? Hajaj, de mennyit! Sóhajtanak fel erre a költői kérdésre a kicsit idősebbek, akik velem együtt hallották még csilingelni a villamost itt a főtéren. Hiszen Sztálin óta tudjuk és tapasztaljuk, ezek tényleg különös anyagból vannak gyúrva. A mondás főleg az arcbőrükre érvényes. Azt hallottam, hogy már a NASA is érdeklődik-e különös anyag iránt, mert az amerikai űrhajókra ebből szeretnének új burkolatot készíteni.